Reggel 7 órakor kezdődtek a mérkőzések, amelyek a klasszikus kispályás futball szabályait követték. Bár a pannonos fiúk eredményesebb helytállást ígértek, az első megmérettetés kissé döcögősen indult. A hajdújárási csapat rögtön 4-0-ás fekete levessel ébresztette a csapatot. Következő lépés az, hogy megnyerjük a maradék két mérkőzést, bízunk a legjobbabban, de a legfontosabb a részvétel, úgyhogy de jól jelezzük magunkat, és ez a lényeg. A Délvidék kupáért már 8-szor csapnak össze a jelentkezők. Idén is csúcsot döntött a rendezvény, 20 csapat jelentkezett. Nem csak Vajdaságból, hanem például Herceg-Szántóról is érkezett együttes. Tavaly 16-an voltunk, és még lett volna igény. Tehát ebben a holt szezonban, ez a december, amikor tényleg főleg a foci terén egy kicsit alább hagy a lehetőségek is, akkor nagyon jól jön egy zárt teres ilyen terem foci torna, bár itt egy ilyen műfű jellegű felszínen játszunk. Az első három helyzet mellett a legjobb kapust és gólkirályt is díjazzák a tornán.